News. Számomra abszolút egy önkifejezés a zene, azt gondolom, hogy így tudom a legjobban kifejezni az érzéseimet, és közvetíteni azt, ami bennem van. Ugye elég sok műfajban megfordultam már, viszont a szóló projektemre ezt a bittersweet pop jelzőt szoktam használni, ami ugye keserédes popot jelent. Azt gondolom, hogy talán ezzel tudom ugye a legjobban definiálni, hogy milyen hangzást képviselek így egyedül. A Forbidden Fruit egy tiltott szerelemről szól, és a dalszövegben egy álmodozást szerettem volna megeleveníteni, amikor arról álmodozunk, hogy mi lenne, ha beteljesülhetne ez a szerelem. És a hangzás, ugye újonnan én csinálom a hangszerelést is a daleimnál, és egy szempelből indultam ki, és akkor építettem fel a hangszerelést. Mindig azt szoktam mondani, hogy a dalaim azok saját és a környezetemben történt eseményekből ihletődnek. Ez például pont nem kifejezetten az én életemből, hanem ugye a környezetemben történt események alapján abból íródott. Úgyhogy ez nem ilyen közvetlen élmény, de közelről láthattam, hogy milyen egy ilyen szituáció. A klippet a bibliai Ádám és Éva sztoria ihlette. Nem akartuk ilyen szájbarágosan megeleveníteni ezt a történetet, de különböző színek, motivumok segítségével próbáltuk azért felidézni, úgyhogy ez volt az inspiráció. Egyébként egy ilyen editoriál jellegű felvételek összessége a klip. Nem sokára megjelenik a debütáló nagylemezem, és az eddigi megjelent szingölöknek a borítóján is egy-egy virág szerepel, és a Forbidden Fruitnak a borítóján egy rózsa, amit azért választottam, mert egyből erre a virágra asszociáltam, amiatt, hogy ugye ez is egy nagyon szép virág, viszont tudjuk, hogyha leszedjük, akkor megszúrhat bennünket, és kicsit ilyen tiltott szerelemből nekem így ez jutott eszembe. Jelenleg próbálok minél több fókuszt helyezni a szóló projektemre, és gőzerővel dolgozom azon, hogy a lemez a legjobb formájában tudjon majd megjelenni, de emellett ugyanúgy szoktam még a Belóval is dolgozni, úgyhogy vannak még kollaborációs projektek is, de most a prioritást ezt a szóló projektem jelenti. A nagylemezről eddig 3 dal jelent meg, és igazából nem szeretném elárulni, hogy mi lesz a végleges koncepció, azt majd, amikor megjelenik a lemez, de aztán árulhatom, hogy egy ilyen szépen felépített vizuális koncepció van mögötte, illetve sztori is.